A hadi állapot bevezetése a kulturális életre is rányomta bélyegét, ezért a színházi előadások is szünetelnek. Ám a Beregszászi Színház épülete most sem üres, sőt, mozgalmasan telnek a mindennapok, hiszen kievi menekült családoknak nyújtott segítőkezet. Két hete érkezett meg az első szállás kérő hozzájuk. A Beregszázi Színház alapvető erkölcsi és emberi kötelességének tartja, hogy segítsen a hozzáfordulókon hiszen szinte a háború kitöréseinek az első napjától érkeztek hozzánk szállásra vonatkozó kérelmek, érkeztek hozzánk menekültek. Elsősorban kijevi szakmai, szakmai ö, ismerősökről, színházi kapcsolatokról van szó, színházi alkotók kértek nálunk menedéket. Mi azonnal a rendelkezésükre bocsátottuk a meglévő szolgálati lakásainkat, a színházi vendégszobákat, a társalgót, sőt már most azt is elmondhatom, hogy a, a stúdió színpadunkon is több matracon kaptak szállást az ideérkezők. Emellett a konyhában és a fürdőszobáinkban tisztálkodási lehetőség, főzési lehetőség áll a rendelkezésükre. Igyekszünk a helyi segélyszervezetekkel összekötni őket, mert az ideérkezők szeretnének dolgozni, itt tartózkodási idejük alatt szeretnék hasznosát tenni magukat. Mi óriási támogatást kapunk Beregszászi Színházként a Magyarországi Színházi Szakmai Élettől, és ez a fajta megerősítés és támogatás kitartásra ösztönöz minket, így tudjuk továbbadni a segítséget az ittenieknek. És nagyon bízunk abban, hogy bár a helyzet elég aggasztó, szomorú, hogy hamarosan helyreáll az élet, és a Beregszászi Magyar Színház ismét működni tud majd. A menekültek elszállásolásában több társulati tag is részt vesz. Oroszibolya Bolya színésznő aktív részt vállal a feladatban. Minket elsősorban nem az utca emberek keresett meg, hanem szakmabeliek. Színházi szakemberek, nagyon sok színész kolléga, akik nemrég még közös koprodukciókban szerepeltünk együtt, illetve vannak színházi kritikusok, vannak színházmenedzserek, például a Kijevi Nemzeti Színházból, a legutóbbi megkérés, segítségkérés például egy színházigazgatótól jött, hogy ezek az emberek nem azért jönnek ide, mert a határon pánik szerűen menekülni szeretnének, hanem azért, mert családjaikat próbálják biztonságba helyezni, ők maguk pedig polgárőrként segítenek ki ebben továbbra is a rendfenntartásban. Kisgyerekes szülők, idős beteg anyukák például, akik itt vannak, és mindannyian arra várnak, hogy béke legyen végre, és visszatérhessenek. Nem akarnak kivándorolni, nem akarnak elmenni innen. Egyszerűen biztonságot szerettek volna találni valahol a saját családjaiknak. Az itt tartózkodók mindent megtesznek azért, hogy élhetővé tegyék a hétköznapokat. Ott jártunkkor például épp nőnapi sütemény készült. Mint mondták, reménykedve tekintenek a jövőbe, s nekik is a béke a leghőbb vágyuk.